Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Először is megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, az itt látható ezen a képen. Itt a kelyhek vannak. És a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. De itt megjelenik a 9-es szám, és ez olyan, mint egy kerítés, amikor nem tudja, hogyan tovább, mi van a kerítés mögött. Eddig ugyan elérkezett, de itt megáll egy pillanatra, hiszen töpreng azon, hogyan tovább. Azon kívül látható, hogy a háttérben vannak mások is, és itt egy szolgáról van szó. Előfordulhat az is, hogy ő szolgál mindig másokat, mások kedvébe szeretne járni, és előfordulhat az is, hogy mások kihasználják az ő jó indulatát, hiszen nem tud nemet mondani. Hogyan érzi magát? Itt látható a 4-es szám, és az jelenti a biztonság érzetét. Mivel itt az érmékről van szó, ez jelentheti az anyagi biztonságot, vagy a munkahelyét, de jelenti a föld elemét is, amikor a terveit szeretné megvalósítani, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat, és akkor az kihat a párkapcsolatra. Ő szeretne kiépíteni itt egy biztos párkapcsolatot, de a kezében van a mérleg, és állandóan mérlegeli a dolgokat, tegyen vagy ne tegyen, beszéljek érzelmekről, igen vagy sem. Ez megnehezíti a dolgokat, hiszen emiatt úgy fogva érzi magát, nem mennek előre a dolgok. Itt is látható a kerítés, ez a korlátozás, de mire vár? Ezt megnézzük a következő kártyánál, ami azt jelenteni, hogy mit fog tenni. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt te vagy látható, és a kezedben van ez az arany kehely. Ez jelenti a te intuíciódat. De jelenti a te érzelmeidet is. Tehát ő arra vár, hogy te mutasd ki az érzelmeidet. Ha biztos a dolgában, és tudja azt, hogy te szereted őt, akkor majd lépéseket fog tenni, hiszen megvan ez az elképzelés. Ő közeledni akar hozzád, de kicsit bizonytalan. Mi köt össze benneteket? Itt látható a zuhany és a víz, tehát újra a víz eleméről, érzelmekről van szó, és itt tisztázódnak a dolgok. Ha kimutatod az érzelmeidet, és ő biztos a dolgában, akkor lesz találkozás, lesz beszélgetés, és tisztázódnak köztetek a dolgok. Ő is szeret téged, hiszen nála is ott vannak az kelyhek, és ez jelenti a víz elemét ugyanúgy, mint itt, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!